Sziasztok! Az élet nem csak móka és kacagás és májusi lepke kergetése, ahogy szokták mondani, hanem időnként negatív dolgokról is kell beszélni. Szerencsére ez nem a személyes életemre vonatkozik, hanem egy nagyon furcsa eseményre, amit nem tudok szó nélkül hagyni. És a magyar sajtó sem hagyott szó nélkül. Ugye vasárnap játszották este a Liverpool-Chelsea Liga Kupa döntőt, ami hát nekünk magyaroknak egy óriási esemény, hiszen Szószai Dominik tevékenyen vett részt abban, hogy a Liverpool eljusson ebbe a kupadöntőbe, és sérülése miatt nem tudott játszani, reméljük, hogy már jövő héten, vagy jövő hét utáni héten azért már pályára fog lépni. De hát nekünk magyaroknak nem csak az miatt volt emlékezetes ez a döntő, mert Van Dijk az utolsó pillanatok egyikében győzelemre segítette a liverpool és oly jó volt látni, hogy hogy önfeledten és már-már transzcendens élményt megélve énekelt a csapat és a, és a közönség a híres Liverpool himnuszt, amit mindannyian tudunk. Ennek különös jelentősége van, hiszen nem tudjuk, hogy bajnokságot nyer majd de a Liverpool, nem tudjuk, hogy nemzetközi kupát nyer-e, de azt látjuk, hogy ez megvan. Tehát a Jürgen Klopp már úgy hagyja ott a Liverpoolt, hogy legalább egy kupát nyert. Ez a helyzet már csak Jürgen Klopp iránt, de, de hát a világ egyik legjobban szervezett egyesülete iránt is mindenkiben tiszteletet ébreszt, és hát nagyon-nagyon őszinten leszek veletek, én nem boldog lennék, hogyha életem egyszer megnézhetnék egy Liverpool mérkőzést, és még inkább boldog lennék, ha a legkisebb fiammal, aki hasonlóan focimániás, mint én, el tudnánk menni, és hát az meg, hogyha Szoboszlai is a pályán lenne, az meg nyilvánvalóan a csúcsok csúcsa lenne. Ez képest ugye a, a Match TV hát kiküldte a Monoki lehet, illetve a Sebők vilmos, akik rendszeresen közvetítik a Liverpool mérkőzéseit is, és hát ott a Sebők Vilmi közben a a transzcendens állapotban a közönség és a, a csapat együtt énekelte a, a Liverpool himnuszát, közben itt ilyen vezénylő mozdulatokat tett, és az, azzal szórakozott, mint hogyha ő, ő, ő irányítaná ezt a sok ezer embert, és, és az ő kézmozdulataira erősítenének, vagy gyengítenének az éneklésben. no, hát beszéljünk erről a dologról, mert ez nagyon kínos. Hát beszéljünk mi nyilván arról is, hogy annak idején volt egy, volt egy kelet milliárdos, aki úgy gondolta, Geyernek hívták, úgy gondolta, hogy a keletnémet német játékosokból csinál egy ütőképes csapatot, amely ütőképes csapat összesen 6 évadot töltött el a Bundesliga első osztályába, egyszer hármat, és másszor hármat, és ebben az első, első háromban a sebők mostnak is volt szerepe, például egy, egy váratlan felfutással gólt szerzett a Bayern ellen, és ezzel az egy góllal legyőzték a bayern ami talán a kódbusz történetének az egyik legnagyobb győzelme volt. De miközben ugye ezt a, ezt a szép eredményt elérte Seblők Vilmos, és most is viszonylag kevesen mondhatják el, hogy hasonló eredményeket értek el, hát a válogatottban éppen amikor kedve volt focizott, amikor nem, nem, gondoljunk a grúzok elleni 3-1-es amikor egy cikis Játékosok egyébként a Freiburgban is játszott, hát bohócot csinált belőle többször is el is nevezték egyébként a magyar foci szlengben Cikisvili-nek, de azt hiszem, hogy a cikisvilinek most volt az igazán cikisvili akciója, mert ez azért tényleg méltatlan a magyar labdarúgáshoz, méltatlan a szoboszlaihoz, méltatlan a Liverpoolhoz, és méltatlan minden olyan emberhez, aki már felnőtt, azt kell, hogy mondjam. De visszatérve a lényegre, hát azóta sebőkvé most nem nagyon vétette magát észre jelentős sport eredményekkel, sőt, hát egyre jobban süllyedt lefele a pályája ennek a stációit most nem, nem akarom nektek ismertetni, de hát, de hát tulajdonképpen ami maradt végül, az nem más, mint az arc. Na most nagyon jól összeállt ő a Monoki Lehellel, aki, akinek egy szerény mondata nincsen, gyakorlatilag azt lehet mondani, eh, ahogyan, ahogyan, artikulál, ahogyan gesztikulál, ahogyan, ahogyan, egyáltalán beszél azokra a dolgokról, amiket, amiket neki a jó Isten adott, hogy egyáltalán ő lehessen ennek a riportere, hát az valami egészen megdöbbentő. Tehát úgy néz ki, hogy ezek az emberek nem fogják fel, hogy micsoda kegyet kaptak a jó Istentől, hogy a világ legjobb bajnokságát tudják hétről hétre értelmezni, és hétről hétre tudnak jókat mondani ezzel kapcsolatban. Ugye nagyon érdekes, hogy van egy srác, aki, aki ugye nagyon jól ért a focihoz, és őt néha beszokták hívni a Liverpool meccsei telemezni, sósmáknak Sós Márknak hívják, majd ha rosszul mondom, akkor ki fogjátok javítani, illetve a Torgelesanyi is nagyon normálisan és szerényen nyilatkozik pedig a torgelének azt kell, hogy mondjam nektek, hogy, hogy abban az értelemben nagyobb pályája volt, hogy ő ugye nem rúgott gólt a Bayern Münchennek, de nagyon sok nagyon jó meccse volt, és bizony Premier League játékos is volt a Crystal palace mert erre kevesen emlékeznek, és mégis normálisan beszél, tehát nem, 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 akar nagy képüsködni, elmondja, amit gondol, és e, tudjátok, az is még probléma ebből az egészből, hogy elfedez az esemény, ez a botrány, mert valószínűleg el fogják őket küldeni onnan teljes joggal, elfed egy másik vonatkozást, erről pedig ne hallgassunk. Tehát amikor ezek a saját maguk által minden tudónak felkent bloggerek, vagy ez a, ez a, páros, ugye elkezd, elkezd a fociról beszélni, valahogy érdekes módon az, hogy valami magyar, az nem tűnik túl értékesnek. Itt a szoboszlai esetén ugye a közvetítések azok sose úgy történnek, hogy, hogy, hogy a, a szoboszlai felől beszélnek a mérkőzésekről, és a szoboszlai remekül játszik, akkor is nem egyszer csak két-három mondatban emelik ki. Tehát, mint ha valami globális szellem jegyében beszélnének a magyar labdarúgásról, miközben az, hogy mondjuk egy, egy blogger bírálhatja a Ferencvárost, hogy kisebb-nagyobb edzői hibák vannak, az annak köszönhető, hogy ez a rendszer felépített egy Ferencvárost, és eljuttatta remek edzőkkel a Bajnokok Ligájába, meg az Európa Ligába, meg most ugye a Konferencia Ligába. Tehát valahogy ez úgy, ez úgy megtörik, ez úgy nem, nem, nem vevődik észre. Tehát, tehát az a bajom ezekkel az emberekkel, hogy, hogy a nemzeti horizont hiányzik belőlük, de úgy is mondhatom nagyon egyszerű, hogy egy nemzeti érzés. Na most ha nincsen nemzeti érzés, akkor mi maradt? Hát valami, valami globális iránti rajongás. Ez lehetne egy világszerte ismert és elismert futballcsapat, de nekik ez sincs. Tehát tulajdonképpen nekik mi marad, mondjuk ki összintén, a szuper Ego. a szuper egó, ami Freudnál ugye a törvényt hozza az ember életébe, itt viszont egy szuper nagy egóról beszélhetünk, egy méretetlenül felfújt és méretetlenül nagyjátett egóról, amely egó minden uralkodik. Hát én bízom abban, hogy miután ezeket az embereket remélhetőleg elküldték a csatornától, azután olyanok jönnek, akik tisztelik a labdarúgást, tisztelik a nemzetet, tisztelik a nemzeti sportolókat, és rendesen tudnak róluk beszélni, és rendesen az ő szempontjék szerint tudják értelmezni a dolgokat, mert erre szerintem nagy szükség volna. Na úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, hogyha Cikis Vili leszerepelt, Monokile Helltől én túl sokat nem is vártam, ezt hozta, úgyhogy ezen nincs mit meglep meglepődni, de próbáljanak karaktereket, az értő embereket betenni, és próbáljanak olyanokat, akik tisztelik azt, hogy ők eljutnak egy bizonyos pontra. Még egyszer mondom, életem egyik legnagyobb élménye lenne, ha az Enfield Ródon meg nézni egy meccset úgy, hogy mondjuk a Szoboszai Dominik is játszik, szóval gyerekek, ez, az, az, az nekem nagyon nagy, 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 érzés és nagyon jó dolog lenne. Ehhez képest ezek az emberek ingyen kimennek gyakorlatilag, és játszák a majmot, a bazári majmot, ugye ezt lehet mondani. Na no, hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, tetszett nyomj egy lájkot, ha egyetértes akkor is jön, és hát természetesen iratkozz fel a csatornán, segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számaszámon, számon, hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, a Jóisten áldjon meg mindenkit.